Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőjét itt a Kossuth téren. Hát Matteo Salvini ma Magyarországra érkezett, kicsivel több mint 90 évvel azután, hogy Benito Mussolini és Horthy Miklós ugyancsak találkoztak, és egy neofasiszta Friedgyel egyezték Olaszországot és Magyarországot, ma ismétli magát a történelem. És ennek kapcsán nem tudom, szeretném Orbán Viktor figyelmébe ajánlani, 2 hónapos a hír, soha nem volt még ilyen magas Magyarország uniós tagságának támogatottsága. Salvini, illetve a hétfőn érkező osztrák alkancellár Hans Christian Strache tájidegen Budapesten. Ezt valaki fordítsa olaszra vagy németre nekik, nincs helyük Magyarországon, nincs helyük az európai közösségben, és Orbán Viktornak sincs helye az európai közösségben, hogy ilyenekkel barátkozik. Nem tudom, hogy Orbán Viktor mit képzel akkor, amikor mindenféle elkonzultációt tart, én azt szeretném neki mondani, hogy most tartson konzultációt. Kérdezze meg a magyarokat, hogy szeretnék azt, hogy lehúzza a mocsárba dagonyázni szélsőjobboldali fasiszta Hans Christian Strachéknak és Salviniéknek kiárusítani az országot, Vladimir Putyinnak eladni az országnak a lelkét, annak az országnak, aminek Orbán Viktor is szeretnének hivatkozni, 1000 éven át védtük az államiságát, nem fogjuk eladni a lelkét ennek az országnak, Putyinnak és Salvininek. Szeretném a figyelni ajánlani Orbánnak, hogy nincs, ez nem egy terv, ez nem egy külpolitikai terv, hogy új fasiszt irányba tereljük Magyarország európai politikáját. Mi az elképzelés? Nem, őszintén mondom, hogy nem értem. Azt az EU-t szeretnénk elidegeníteni Magyarországtól, amelyik nélkül egy buszmegálló sem épül Magyarországon? Szeretném felhívni a figyelmét Orbán Viktornak, hogy 1 hónapja van hátra, hogy megváltoztassa az irányvonalat. Különben olyan európai politikáról szeretnénk átterelni a magyar mainstreamet, amelyik egy elkötelezetten európa párti, eurozóna felé tartó és közös európai megoldásokat kerető politikát fog Magyarországon megteremteni a szélsőjobboldali gyűlöletkeltő propaganda helyett. Köszönöm szépen! Én is nagyon sok szeretettel köszöntök, Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hadd mondjam azt, hogy a populisták találkozása az egy egész egyszerűen szóval egy penetráns marhaság. Egy penetráns marhaság, mert Matteo Salvini támogatja a Európába érkező menekültek európai szintű elosztását. Orbán Viktor pedig ez ellen van. Itt legalább két olyan nemzeti érdek ütközik, amelyek alapvetően kéne, hogy alássák ennek a két embernek a találkozóját, és az esküt ellenségeivé kéne, hogy tegyék egymásnak. Ennek ellenére azt látjuk, hogy valamiféle nagyon furcsa radikalizmus, Európa ellenesség, populizmus, szélső jobboldaliság mégiscsak összeköti ezeket a politikusokat, de ami a valóság, az az, hogy ezeket a politikusokat Vlagyimir Putyin és Oroszország köti össze. Ezek az európai politikusok nem mások, mint az orosz befolyás előre tolt helyőrségei, és egyetlen egy feladatuk van, hogy gyengítsék az európai egységet, és gyengítsék a közös fellépést, akadályozzanak meg minden olyan megállapodást, ami az európai együttműködést a geopolitikai szintéren meg tudna erősíteni. Éppen ezért mondjuk azt, mi az MSZP párbeszéd szövetségben, hogy az egyetlen közös listára kell szavazni, arra a listára, amelyiken pirosak és zöldek, civilek, fiatalok, idősek, tapasztaltak közösen szeretnének Magyarországért és Magyarországgal együtt Európáért küzdeni. Mi azt állítjuk, hogy a Salvini, Orbán féle populizmusnak egyszer mindenkorra véget kell vetni, ennek az őrületnek le kell zárni a korszakát, és egy olyan újfajta időszakot kell Magyarország életében nyitnunk, amikor Magyarország úgy lehet sikeres mind Európában, mind a globális szintéren, hogy nem a felesleges és hepciás harciasság, hanem az okos konszenzus, az odafigyelés és a szolidaritás vezesse a lépéseinket.